Köszöntelek titeket, sziasztok! A következő napokban markáns nyugati, délnyugati áramlás alakítja majd hazánk időjárását, és ezzel a tartós délnyugati széllel bizony kifejezetten enyhebb, sőt már-már meleg levegő érkezik majd hazánk fölé. A nyugati, délnyugati megyékben több napon keresztül 15 fok közelében alakulhat majd a csúcshőmérséklet. Ez az átmeneti tavaszias idő azonban nem lesz tartós, kedden ugyanis egy markáns hidegfront vett véget majd ennek a tavaszias időnek, kiadósabb mennyiségű csapadék, illetve jelentős lehűlés kíséretében. Ha az európai időjárási helyzetre pillantunk, akkor azt láthatjuk, hogy nagyjából hétfőig zonalitás jellemzi majd időjárásunkat. Ez magyarra lefordítva annyit jelent, hogy az izobárok térségünkben nagyjából pontosan nyugat-keleti irányban húzódnak, az időjárási ciklonok, illetve frontjaik tehát tőlünk északra, északnyugatra vonulnak el. Ha viszont kicsit arrébb állok, akkor itt az időszak legvégén már föltűnik az a ciklon, illetve a hozzátartozó hidegfront, amely majd a keddi napon megérkezik hazánk fölé. Az előttünk álló éjszakán általában változóan felhős időre számíthatunk, mindössze az északi északkeleti megyékben lehetnek esetleg kissé felhősebb területek, és ott az éjszaka első felében helyenként még futó záporeső is előfordulhat. Egy-két helyen kisebb ködfoltok is képződhetnek hajnalra. Kora reggelre általában 0, illetve plusz 5 fok közé csökken majd a hőmérséklet, az ország döntő része tehát fagymentes lesz. Holnap napközben szinte tökéletes kiránduló időnek örülhetünk majd az ország legnagyobb részén, ugyanis változó felhőzet mellett több órás napsütés, illetve csapadékmentes idő várható. Ez alól kivételt képez az északkeleti határvidék, ott ugyanis lehetnek tartósabban erősen felhős, illetve borult területek, de az esti órákig csapadékra ott sem nagyon kell számítani. A délnyugati szelet ugyanakkor nagy területen erős, sőt már-már viharos közeli széllökések kísérik, és ezzel bizony az északkeleti megyék fölé is több fokkal melegebb levegő érkezik. Általában 10, illetve 17 fok között alakul a csúcshőmérséklet, az északkeleti tartósabban felhős határvidéken azonban ennél 1-2 fokkal hűvösebb is lehet. Vasárnap azonban már nedvesebb léghullámok érkeznek majd hazánk fölé, felhősebb időre számíthatunk, és elszórtan kisebb eső, illetve záporeső is előfordulhat. A hőmérséklet azonban nem változik még érdemben. Hétfőn ugyanakkor egy gyenge hidegfront súrolja majd Magyarországot, és emiatt már több helyen is előfordulhat kisebb eső, illetve záporeső, és már 1-2 fokot vissza is eshet a hőmérséklet. Az igazán markáns hidegfront azonban kedden érkezik majd meg hazánk fölé kiadósabb eső, illetve zápor kíséretében, és a hidegfront mögött északnyugatira fordul majd az áramlás. Ez az északnyugati szél ugyanis tartós lesz, kedden, szerdán és csütörtökön is nagy területen kell viharos északnyugati szélre számítani, és ezzel nagyjából 8-10 fokkal hidegebb levegő érkezik majd hazánk fölé. Úgy is mondhatnám, hogy ez a 8-10 fokos lehűlés nagyjából ez felel meg majd a sok évi átlagnak, a szerdától kezdődő 1, illetve 7 fok közötti csúcshőmérséklet jellemző ugyanis február elejére. Most megköszönöm a figyelmeteket, ha tetszett ez a videó, akkor kövessetek bennünket elérhetőségeinken is. Sziasztok!